A zászló átadás pillanatai. December második hetében történt meg az ünnepélyes átadás átvétel Nyíregyházán a Damjanich laktanyában. A Magyar Honvédség Vitéz második Vattai Antal területvédelmi ezred parancsnoki feladatait Orosz Antal vette át Vantal Zsolttól. A mátészalkai születésű, több évtizede a honvédség szolgálatában álló katona 35 perc című műsorunkban elmondta, megtiszteltetés számára a kinevezés. Az új parancsnok emellett beszélt a közeljövő kihívásairól és feladatairól is. Mint mondta, a biztonsági helyzet állandó változására a honvédségnek is reagálnia kell. A Magyar Honvédség, hogyha meg akarja őrizni a potenciáját, akkor ezekre a változásokra, kihívásokra ezre dinamikusan, sőt valami előrelátóan kell reagáljon. Ugye ez generálja azt, hogy a Magyar Honvédség is egy állandó szervezeti átalakításban van, és ugye a fő irány az új magas színvonalú technikai eszközöknek a beépítése a Magyar Honvédségbe, és az állománynak a növelése, mert ugye azt hozza az új háborús helyzeteknek az elemzése, hogy azért a humán erőforrásra azért még mindig szükség van. Tehát vannak egyes elméletek, hogy majd a mesterséges intelligencia át fogja venni a feladatoknak az egy részét, meg ugye már vannak pilóta nélkül irányítható drónok, olyan robotok, de ahhoz mindig kell egy operátor. Az állomány létszámának növelése és a biztonság felerősítése pedig nem működhet erős alapokon nyugvó tartalékos bázis nélkül. Ezt szolgálja az a változás is, hogy az Orosz Antal parancsnoksága alá tartozó Vitéz második Vattai Antal területvédelmi ezred a korábbi 9 vármegye helyett már csak 3 vármegye tartalékos képzéseit koordinálja, a feladatok köre azonban bővült. Egy békétől eltérő helyzetben nagyon sok tartalékosra van szükség. Igazából, ha a két világégés tapasztalatait megnézzük, akkor mindig a aktív állomány kezdte meg a háborút, de ők nagyon hamar ott maradtak sajnos a harcmezőn, és egy nagyon nagy számú tartalékos állomány volt az, akit hadszintérben be kellett vetni, és ugye ezt észleli a politikai és katonai vezetés is nálunk is, és növelni kell a tartalékos állománynak a létszámát. Ugye 2023 évben történt meg az, hogy a korábbi 2 tartalékos ezred, ugye akkor is megvoltak megyénként, vármegyénként a tartalékos zászlajak, de az adminisztráció, a behívás, a katonáknak az adminisztrációs feladatai az sokkal hatékonyabban elvégezhetőek akkor, hogyha régiónként, 3 megyénként egy-egy területvédelmi ezred került felállításra, és nyilván így megteremtődtek azok a feltételek is, hogy sokkal jobban fel fogjuk tudni tölteni majd a zászlajainkat. A szervezeti átalakítások pedig az idei évben is folytatódnak, tette hozzá Orosz Antal. Mint mondta, bővül a területvédelmi ezredek feladata, jóval nagyobb szerepük lesz például a toborzásban és a hadkiegészítésben. A Magyar Honvédségnél egyébként egy ideje nagyszabású toborzó kampány vette kezdetét. Az Embert a Vasra program keretében emelt bérezéssel várják szerződéses állományban jelentkezőket, emellett pedig azokra a civilekre is számítanak, akik munka mellett végeznek önkéntes tartalékos szolgálatot.